új trükk a belvárosban, üres bábukat raknak ki eléjük. Tálat, hogy abba dobálják a turisták a pénzt. A pantomimosok pedig, akik dolgoznának a pénzért, bevétel nélkül maradnak. A környék béliek tudják, hogy ki van az ötlet mögött, mégsem mernek lépni, vagy éppen ezért nem mernek. Török Réka riportja. Mindkettő pantomimos, csak éppen az egyikük nem él. Hamar rájöttünk, melyik a hamis, hiszen ha pénzt adunk, meghajolnak, mármint az igaziak, mint ő. Ezek csak kitömött bábuk, újabban így szereznek pénzt az ügyeskedők. Reggel kiteszik a bábukat, aztán óránként megnézik, mi a termés, majd tovább mennek. Este elviszik azokat, rendbe hozzák, majd reggel újra kiteszik. Egy közeli boltban dolgozó lány tudja, kik a tettesek, mégsem tehetnek semmit. Látásból ismerjük őket, de minden nap kijönnek, körülbelül reggel 8-9 felé hozzák ki ezeket a bábukat, és ugye estig, tehát sötétedésig szoktak kint lenni. Ugye a turisták bedobják a pénzt, azt várják, hogy megmozdul, ugye nem mozdul meg, mert hát ugye nem igazi, és ugye szegény turistákat átverik. Szezon kezdetén már nagy a forgalom, egyre több a turista is. Eléggé nagy üzlet, hiszen állítólag a kamu pantomimosok többet keresnek, mint az élők. Volt már, meg volt, aki megütötte a bábút, meg próbálta így jelezni a turisták felé, hogy ezt nehogy elhiggyék, meg ne dobjanak be neki, de igazából így nem, ezek ilyen időszakos dolgok, aztán ugyanúgy megy tovább minden. Talán még a közterületeseknek is szóltak, de nagyon nem történik változás. Az egyik élő pantomi most csak eltorzított hanggal mert nyilatkozni. Ő ugyan kért engedélyt, de nem kapott. Mégis itt van, mert ebből él. Közterületfoglalási engedélyt kell benyújtani a közterületfoglalás. Hát a köztelesekhez, de hát hiába benyújtottam, 2 hónap után kaptam rá választ, hogy nem lehetek, több helyre is benyújtottam, ide a Vörösmartira is, a Váci utcában is. Semmelyikre nem kapta meg az engedélyt, azt mondja ő ehhez ért, ebből élne, de nem tud. Mégis megpróbál itt lenni, addig, ameddig nem szólnak neki. A bábukat ő is felháborítónak tartja. Ezek ellen kéne fellépni, a bábuk ellen kéne fellépni, nem pedig azok ellen, akik normálisan dolgoznak és feldobják a hangulatot, úgymond, az utca hangulatát. Próbálkoznak is fellépni ellenük, de sikertelenül. Sajnos nem tudunk ellen semmit, mi próbáltunk már tenni ellene, de... Milyen módon? Hát a rendőrt megkérdeztem, hogy a bábú maradhat, amikor például volt olyan példa, amikor engem elküldött, meg a többieket is, és azt mondta, hogy igen, a bábú maradhat, azért, mert nem tudom, hogy kié. Pedig nagyon is tudni, hogy kié. Akik itt dolgoznak, mindenki tudja. A közterület felügyeletesek ugyan elviszik időnként a bábukat, de mivel találtárgynak minősülnek, és senki nem jelentkezik értük, így eljárás sem nagyon tudnak indítani. Török Réka, Hír 24.